Ingatózok a Simpson Way Bridge előtt, és várom a naplementét így reverse-be. Holnap hajnali 4 órakor kelek, 5 órakor felszedem a horgonyt, és elhagyom a Szent Martin nevezetű csodálatos szigetet, és Szent Kitts felé veszem az irányt, egy 10-12 órás kellemes kis vitorlázás lesz remélhetőleg. Felpakoltam a dingit, összevásároltam mindent, Nowell elutazott előre, volt egy kis üzleti dolgunk, és gondolkoztunk, hogy mindketten menjünk, de mégis így magára vállalta, és elhagyta a bázist. Úgyhogy megyek én is utána, csak még Saint Kitts, Guadeloupe, Dominica, Martiniken kell keresni bóját, lehet, hogy kell vennem egy bóját, vagy építenem egy bóját a hajónak, szóval lesz kaland. Úgyhogy hamarosan indulunk, csak előtte még alszom egyet. Volna aludni. 5 óra, illetve 5 óra lesz 10 perc múlva, most van indulás, felcsípem a horgonyt, kirátom a vitorlákat, aztán jazz. Ezért túlságosan sok mindent nem fogok tudni megmutatni, nincsenek olyan kameráim, amelyik így éjszaka izé tökéletesen tudnának szuperálni. Igyekezni fogok, szerintem napfelkelte után kezdődik majd igazán a mutatvány, a szokásos tenger és a menetelés. Májkrémes bagettemet reggelire. Az időjárás tökéletes, a hőmérséklet még nagyon tűrhető, de ez be fog durvulni. A szél az ilyen 15 csomó, sebesség 6-6-2, nagyon elégedett vagyok. Hosszú periódusú hullámok vannak, 1-1,5 méteresek maximum. Még mintha Balatonon vitorláznék. Na jó, azért nem, de na mindegy. Szóval egy ilyen 10 óra az út Szent Kitts-re, a szokásos helyemen fogom ledobni a horgonyt, ahol tavaly biminit vartunk, mert elszakadt előző éjszaka a biminink, úgyhogy ott vartuk meg. Nagyon durva volt. Úgyhogy már jelentkezek napközben is. Szent Kitts-en Nevis magasságában vagyunk már. Most hagytuk el Szent Eusztérzsát. Mindjárt mutatom. Haladunk, és szépen haladunk. Nem tudom, hogy mennyire fog fújni most a szél. Az a lényeg, hogy mögöttem lévő sziget a Szent Eusztérzsa, előttem Szent Kitts-en Nevis. Mindjárt bekanyarodok a csücsöknél, aztán takarásba fogok vitorlázni. Helyzet, hogy nagyon-nagyon élvezem ezt a vitorlázást, csodálatos idő van, sima a víz, kifújt szét 15-16 csomó szél, szinte nincsenek is hullámok, ezek az 1-1,5 méteres hullámok, tehát észre se veszem, gyönyörűen megy, mint kés a vajba, vágja ezeket a pici kis hullámokat, vitorlát nem kell váltani, semmi szélfordulás, mindjárt benn vagyok Szent Kitts-en Nevis csücskénél, veszem ezt a szögelést, aztán lehet, hogy egy kicsit motoroznom kell, mert ki fog takarni a hegy, minden nagyon szuper, minden nagyon jó, nincs elkészített kajám, tehát azért a csapatunk a szétesett, már olyan nincs, előre lesütöttem csirkét, kocka sajta leszek csirke kockák. Majd megmutatom, úgyhogy ma kocka napom van kaja szempontjából. Az a durva az egészben, hogy ahogy bejöttem a sziget szél alatti részére, elkezdtem érezni először a földnek, ennek a dús, zöld növényzetnek az illatát. Legutóbb egy ilyen barbecue-s, ilyen füstös illat csapott meg. Nagyon klassz. Megérkeztem Szent Kitts-en Nevis.
White House Bay, mindig itt szoktam megállni, hát illetve egy kicsit ott talán ott a két hajó között szoktam horgonyozni, most így hátrébb dobtam. Hát ennyi itt a kiszögelés mögött, itt ott látszanak is a bólyák talán. Ugye megpróbálok oda közelíteni. Igen, ott látszódnak a bólyák is. Ott van egy, bocsi, hogy zoomoltam. Ott be lehet menni a kiszögelés mögött, és itt van a jakkikötő. Itt van egy kis étterem, de nem annyira... Már most, mintha felújították volna. Aha, igen. Tavalyhoz képest egész nagy előrelépés. Felhívom Navelt, aztán szerintem lefekszem korán, ilyen hajnali 2-3 órakor tervezek egy ilyen perverz indulást. A Redondónál mindig kicsit meg szokott állni a szél, de el szoktam veszíteni 2 órát, és most Guadeloupe a cél, Dehé, vagy Pigeon Island, vagy pedig lent a bánya, aminek nem tudom a nevét. Sans, nem tudom. Rivière Sans. Első nap, első küldetés teljesítve. 60 mérföld, ja, annyira nem is volt vészes. Úszás és vacsi. Na jó reggelt kívánok! Hajnali 3 óra. Ébredés van, úgyhogy indulunk Guadeloupe-ra, a Szent Kitzen Nevis szigetéről. Ismét nem tudok sok mindent megmutatni, de majd ahogy kell fel a nap, ott kezdődik a nap. Természetesen, amikor kimentem előre, hogy felszedem a horgonyt, mi történt? Elkezdett szakadni az eső. Állok kint, elkezdem húzni a láncot, és így tek-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 
ez egy ilyen rain shower, mint hogy hallatszik is, már kezd el állni, már lassan a láb, hogy úgyhogy 10 perc. Lonely, Ricky Baker. Aquí soltamos tickets y después estamos freaky, yeah. A veces se pone piqui, pero es bien cool para perrear, yeah. Ya se ve, ahora me enfoco en usted. Sabes cómo quiero verte, mami, cómo me quieres ver. Soltémonos más, bebé, esta rumba está. Ilyenkor azért méltán gondolkozom el, hogy az most ott eső, vagy kitört a vulkán, és a mérges gázokat rám fogja hozni a szél. Úgyhogy lehet, hogy inkább a szélfelőli oldalán megyek át a szigetnek. Szóval a Montserrat mellett fogok elmenni, Redondát elhagytam, és Montserrat azért egy aktív vulkán van. Nem tudom, hogy most ez a vulkán kitörés, vagy csak egyszerűen a pára a levegőbe, illetve a csapadék. Egyre közelebb érek, egyre jobban fogom látni, de hogyha úgy ítélem meg, akkor inkább takkot váltok és felmegyek a szigetnek a szélfelőli oldalára. Biztonságban, nehogy a mérges gázokat rám hozza. Ki a fasz tudja ezt? Funky me dice que tranqui que después del party nos vamos a ver. Soltémonos más, bebé. Esta rumba está 10 de 10. In the club con my 50 cent. Esa Barbie quiere su Ken. Ey, ay, bebé. Esta rumba está 10 de 10. In the club con my 50 cent. Esa Barbie quiere su Ken. Estoy high y no te llamo María. Perreamos todo el día, cae. Y tráete una amiga, cae, cae. Baby, haceme el fa', baila mía, yeah. Es que todas se la dan. De calle y musical, te canto do re mi fa. Jó reggelt kívánok mindenkinek, itt vagyunk Guadalupe-on, egy Petit Ancy nevezetű, egy kisebből nevezetű helyen dobtam éjszaka a horgonyt, soha életemben nem álltam még itt. Eltöltöttem itt az éjszakát, most felcsaptam a nagy vitorlát, sajnos motoroznom kell. Pigeot Islanden fogok éjszakázni, vagy pedig lemegyek a bányához, vagy lemegyek Terredelhautra, mert ez közelebb van Dominika északi csücskéhez. Ide megyek Le Marinba. Valószínűleg megállok vagy itt, vagy itt, vagy itt, vagy itt, itt biztos, szerintem itt is, és utána megyek ide. Sajnos motorozni kell, mert nincs elég szellő, de közben nem lopom a napot. Never coming down.
Jó reggelt kívánok, nem mondom, hogy olyan hatalmasan jót aludtam. 30 csomós befújások, ilyen 0 és 30 csomó közötti izé, ilyen pöffös, brutál plusz rollozás. Olyan, mintha egy hegy aljánál, mit tudom én, a bukószél zónába horgonyoznál, tehát így atomkáosz. Na úgyhogy most el is indulok, és valószínűleg meg se állok Martinikig. Úgyhogy nyomjuk. Hogy egy bója, bazd meg, itt van egy bója. És azt azért tudni kell, hogy haladtunk a vízmélység 1600 méter. Hagyom el Dominika partjait, gyakorlatilag arról van szó, hogy pár órán belül ott vagyok Martiniken. Hát így a néhány napos kaland az véget érni látszik, de azért még egy picit kalandozni fogok Martiniken belül is, mielőtt még megérkeznék le Marinba. Esetek, hogy éjszaka itt kiugrik egy kis hal és felpattan a hajóra. Jellemzően az óceánon repülő halak szokták ezt az öngyilkossági módszert választani. Na szóval itt voltam Saint-Pierre-en. Saint-Pierre arról híres és nevezetes, hogy az ott a Montpellier vulkán. Most eléggé laposkának tűnik, de azért a felhők felett még azért ott rejtőzik némi magasság. Gyakorlatilag most fogok átmenni a Fort de France-öböl előtt, és a Diamond Rock mellett, Ancimitán, Ancy Darlet, szóval megyek be Le Marinba. Vagy lehet, hogy Santánán dobok egy horgonyt, ezt még nem tudom. Laza, kis nyugodt, kis békés, kis utazás lesz, kis szél nélküli motorozás itt a sziget árnyékában. Elég érdekes a táj itt mögöttem. Szerintem, hogyha nagyon figyeltek, akkor lehet látni, hogy delfinek pörgetik magukat ott, azon a részen. Megérkeztem, itt vagyok Le Marinba. Leraktam a dingit, felraktam a motort, és felöltöztem szép ruhába, beültem a dingibe, előtte szépen lezuhanyoztam, hajat mostam, 5 napja nem mozdultam ki a hajóról, és gyakorlatilag az történt, hogy mentem egy kört a marinába, és visszajöttem a hajóra. Még nem jött el az ideje annak, hogy kimenjek a partra. Úgyhogy majd lehet, hogy holnap reggel kimerészkedek. De most így inkább visszajöttem. Valahogy sok voltam az ember,
Kicsit ilyen antiszociális szisztembe nyomom, amikor egyedül vitorlázom, de elmúlik. Szépen vissza tudok szokni azért a civilizációba. Úgyhogy felöltöztem és maradtam, de most lehet, hogy lesz egy kis zápor, most már érzem az arcomon, hogy szemerkél az eső. Lehet, hogy az eső után megpróbálom még egyszer, hát ha sikerül. Csak a McDonald's-ba akarok egy shaker kimenni. Ennyi lenne a challenge. Nem vagyok rá képes. Picsába. Na mindegy, ez van.